A Pannonvíz szakemberei éppen a csatornákat tisztították, amikor szembe találták magukat a közel fél méteres, 10 kilós hüllővel. Bulvár kollega észrevette, hogy valamibe akad a tömlő, elkezdte mozgatni, és megmozdult. És akkor rájöttünk, hogy itt valami állatról van szó. És kiderült, hogy egy teknős béka. Kapott feléje, aztán mondtam neki, hogy óvatosan, mert lehet, hogy aligátor teknős. Úristen! Veszélyes állat, igen ő. Ilyen villámgyors ez a fajta teknős, amely valószínűleg évekig élhetett a föld alatt, amíg megtalálták. 10-15 év körül lehet, egy elég idős, ivarérett példány egyébként, és újra ilyen 10-12 kiló. A kalandos csatorna tisztítás szerencsésen végződött, mivel a veszélyes hüllőt végül sikerült sérülés nélkül befogni. Mivel nem volt még meleg, tehát még egy ilyen fél hibernált állapotban volt, ezért könnyű volt megfogni. Még nem igazán védekezett, még aludt tulajdonképpen, a téli álmát aludta még tulajdonképpen. Egyébként veszélyes egy ilyen állatot befogni? Egyébként veszélyes állat ő, tehát nagyon erős szája van, igazából egy ilyen szaru csőre van tulajdonképpen, amivel képes akár egy újat is leharapni. Az aligátor teknőst gazdája valószínűleg megunta és egyszerűen kidobta, de az állat jó helyre került, mivel mostanra már a belvárosi terráriumház vendégszeretetét élvezi.